Mint arról már korábban beszámoltunk, a Kaláka, valamint a Kavarda programok mellett tehetséggondozó műhelyek szintén működnek Honvéd városrészben egy 219 millió forintot felölelő pályázatnak köszönhetően, melyet az önkormányzat nyert el. A projekt lehetőséget ad egészségügyi szűrések lebonyolítására is, melyeket a Makói Egyesített Népjóléti Intézménnyel együttműködve a Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda kivitelez, melynek munkatársai már 2018-ban ugyancsak a település rész lakosságának rendelkezésére álltak. A tavalyi évben 120-an jöttek el hozzánk ugyanerre a programba. Ezt 120 embert valami módon a házi orvosok segítségével mi követtük. Követtük, hogy hányan mentek el az általunk tanácsolt vizsgálatokra, és azt mondhatom, hogy egész szép számban. Együtt dolgozunk így Várkonyi doktornővel és Ábrahám doktornővel. A Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont főigazgatója, dr. Kallai Árpád televíziónknak elmondta, hogy a több szempontból is üdvözölendő projekt révén az egyik legfontosabb érték az egészség megőrzésére hívják fel az emberek figyelmét. Ez a városrész megújul, élhetőbbé válik, az életszínvonal emelkedése is várható, és az elmaradás, amelyet az elmúlt időben természetesen az itt élők is éreztek, ez talán csökken, és egy nagyon fontos célja a szegregáció csökkentése ennek a pályázatnak, és mi magunk az egészségfejlesztési iroda egy olyan programelemmel veszünk részt, ahol az itt élők számára az egészségfejlesztés lehetőségét határozott kitelepüléseken, illetve határozott időpontokban mindenképpen megtesszük. A különféle szűrések, mint például a vércukor és a koleszterin szintmérések, a testzsír százalék meghatározás, valamint az egyéni életmód tanácsadások kedden kezdődtek. Stábunk ott járt, akkor is többen érdeklődtek az egészségük felől. Tavaly is voltam, most annyira jól esett, hogy telefonon kérdezték, hogy akarok-e újra jönni, és akkor így időpontot egyeztetve örülök, hogy itt lehetek. Van két gyerekem, ugye, és szerettem volna kivizsgáltatni magamat, hogy minden rendben van. A szűrések még pénteken, illetve szombaton is folytatódnak, valamint jövőre ugyancsak megismétlik majd az eseménysorozatot.